tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, ez pedig a Szokolébresztő című műsor valóban, és én dr. MZ per X vagyok, egyedül a stúdióban egyébként, erre már igen rég volt példa, de az évzáró adásunk az végül ilyen lesz. És a mai témánk az űrhajózásnak egy nagyon távoli jövőjébe fog minket elvezetni, vagyis abba, hogy tulajdonképpen milyen lesz ez, hogyha lesz. Vagyis valóságá válhat-e valaha az, hogy az emberek, vagy akár az emberek által készített eszközök eljussanak mondjuk más csillagok közelébe, exobolygókat meg lehet-e majd közelről nézni, vagy ilyesmi. Tehát ez lesz a fő téma. Ennek persze ad némi aktualitást az is, hogy ugye az exobolygókról lényegesen többet fogunk megtudni a James Webb űrtávcsőnek köszönhetően, ami ugye sikeresen elindult 25-én szombaton, tehát karácsony napján nagy ajándékot kapott a világ, elindult hát egyáltalán nem egyszerű útjára a James Webb űrtávcső, amiről két héttel ezelőtt faggattam Detre Őrshunort, aki a projektnek az egyik főfejlesztő mérnöke. Persze ez az adás is visszahallgatható az archívumban, akár a Tilos archívumban, akár pedig a parallaxis.emtv.hu nevű kis média gyűjtő helyünkön, ahol mindenféle dolgokat találtok még ezen kívül is, például podcasteket, Parallaxis podcastet. Na, szóval igen, a James Webb űrtávcső az elindult ugyan a helye felé, ahol majd lesz, de azért korán sem mondható lefutottnak az ügy, mint mondtam, azért erről néhány szót beszélni kell. Tehát most következik az egy hónapnyi időszak, amit tulajdonképpen a fejlesztők nem ok nélkül hívnak úgy, hogy a terror 29 napja, vagy valahogy így, ugyanis bizony az űrtávcső azzal, hogy elindult a helye felé, azzal még csak a kisebb nehézségen vagyunk túl. Ugye múltkor Detre Őrs elmagyarázta, hogy például van ez a dolog, hogy kell a hajszál vastagságának század részénél sokkal pontosabban összeilleszkedni ennek az összecsomagolt, hatszög alakú szegmensekből összecsomagolt 8 méter átmérőjű tükörnek hogyan kell kicsomagolódnia elképesztő pontossággal egy űrben soha nem használt technológia által, hogy ez egy működő tükör lehessen, illetve hogy a teniszpálya nagyságú kevlárfóliákból készített óriási nappajzsnak hogyan kell kinyílnia, ami nélkül ugye az infravörös távcső egyszerűen nem tudna működni, hiszen nagyon alacsony hőmérsékleten kell tartani. Szóval még nagyon-nagyon sok dolog van, de az biztos, hogy ha a távcső egyszer oda kerül, ahova való, ami pedig az L2 nevű Lagrange pont, vagy librációs pont, ami lényegében a Földdel együtt kering, úgymond a nap körül, de olyan helyen van, nagyjából 1 millió kilométerre, hogy a Földhöz képest mindig a nappal ellentétes irányban, tehát ez az űrtávcső olyan helyre kerül, ahol kering ugyan a nap körül, de úgy, hogy mindvégig a nap irányába látja szinte pontosan a Földet. Nem teljesen, mert hogy elkörül a pont körül fog keringeni ez az űrtávcső, de mindegy, szóval egy ilyen különleges helyre teszik, és éppen azért, hogy relatíve egyszerű legyen leárnyékolni a napot. Na, szóval oda kell érnie ennek az űrtávcsőnek, és akkor még nagyon sok teszt következik, meg pályakorrekció és hasonlók, tehát összességében tudományos eredményeket nyár előttre ne várjon senki ettől az űrtávcsőtől, tehát most elindult, de majd júniusban fogunk valószínűleg képeket látni róla, és akkor természetesen erre vissza fogunk térni. Na de hogyha egyszer ott lesz egy ilyen eszköz, akkor amint arról már volt is szó múltkor, az képes lesz például ilyesmikre, hogy megállapítsa, hogy más csillagok körül keringő bolygók, tehát exobolygók légköre miből van, hiszen ezzel lehetővé fog válni elég jó felbontású spektrumok készítése, sőt esetenként maguknak az exobolygóknak a direkt lefényképezése is.
is. Ugye eddig az exobolygókat többnyire közvetlen módszerekkel terítették föl, tehát nem nyílt, vagyis hát egyszer vagy két, tehát nagyon-nagyon kevés esetben nyílt arra lehetőség, hogy valamilyen módon konkrétan lefényképezzék magát az exobolygót. Az exobolygókat nem így szokták felfedezni, hanem például annak a csillagnak a fényességéből, annak a változásaiból, amiket körülkeringenek, illetve annak a csillagnak a mozgásaiból lehet erre következtetni, hogy bolygók keringenek körülötte, és akkor ügyesen és okosan be lehet lőni nagyjából, hogy az a bolygó mekkora lehet, és milyen messze keringhet tőle, és hogy ebből lehet ilyeneket hallani, hogy földszerű bolygó, de igazából az, hogy vagy bolygó földszerű ezekben a híradásokban, az általában csak azt szokta jelenteni, hogy hát egy olyan bolygó, aminek a tömege mondjuk nem sokkal nagyobb, néhányszor nagyobb, mint a Földé, vagy olyasmi, mint a Földé. Ebből ugye lehet gondolni, hogy például lehet, hogy akkor az egy ilyen szilárd kőzetbolygó, mint a miénk, és hogy olyan távolságra kering a saját csillagától, hogy elképzelhető, hogy a víz az folyékony halmazállapotban meg tud maradni a felszínén. Tehát amikor azt halljuk a híradásokban, hogy földszerű bolygók, az ennyit és nem többet jelent. Az, hogy ezen túlmenően azok a bolygók mennyire földszerűek, tehát hogy például van-e légköre, milyen az a légkör, mi van ott, hát arról egyelőre gőzünk sincs, de hogyha majd a James Webb űrtávcső oda kerül, akkor például erről is sokkal több gőzünk lehet. Tehát ez mindenképp nagyon jó. Most tegyük föl, hogy egyszer, mondjuk nem is olyan közeli, nem is olyan távoli jövőben, például a James Webb űrtávcső jóvoltából felfedezünk egy bolygót, ami úgy tűnik, hogy tényleg alkalmas az életre. Vagy akár életnyomokat találunk egy exobolygó légkörében. Ugye vannak, például ha mondjuk egy bolygó, exobolygónak megnézzük a légkörét, és azt találjuk, hogy tele van oxigénnel, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy ott élet is van, mert nem nagyon tudunk olyan folyamatot, ami stabilan telerakja oxigénnel egy bolygónak a légkörét. Tehát az oxigén értelme például egy biomarker, szinte borítékolhatjuk, hogyha valamelyik bolygóra ránéz ez a távcső, és a spektrométerével megállapítja a légkör összetételét, akkor abból azt kapja, hogy hát ott van oxigén, akkor oké, akkor szinte gondolkozhatunk arra azon, hogyha hát oda kéne menni. Hogyan mármint megnézni, mert ez mégis egy marha érdekes dolog. Milyen egy másfajta élet, ami mondjuk néhányszor 10 fényévnyire van tőlünk. Ami ugye azt jelenti, hogy a fénynek magának néhányszor 10 évig tart, hogy ide érjen onnan. Tehát baromi messze van. És akkor ez a kérdés, hogy mit tehetnénk, hogy ezt meglátogassuk. Erről szól a mai adás. Tehát ez az, amit úgy hívtam az ajánlóban, hogy űrhajózás holnap után. Ezt a címet egyébként loptam, tehát létezik egy 1986-os kis könyv, ami a Gondolat zsebkönyvek sorozatban jelent meg, Makra Zsigmond írta, és ez a címe, hogy űrhajózás holnap után, és egyébként meglepően aktuális, annak ellenére, hogy 1986 az már igencsak tegnap előtt volt, de amit 1986-ban írt arról, hogy mi lesz az űrhajózás holnap után, az nagyrészt most is elmondható. De lényegében erre fölépítve raktam össze most ezt az évzáró adást, és hát természetesen azért kiegészítettem itt ott azzal a sok mindennel, ami azóta eltelt 35 évben történt. De nagyjából nem kellett hozzá sokat hozzátenni, tehát ezek a dolgok nagyrészt mindig ugyanolyan távoliak, és mivel a fizika az ugyanolyan, azóta se változott sokat, ezért is a fizika törvényei, amik akkor érvényben voltak, most is érvényben vannak, ezért aztán nem is kellett olyan sok mindennel kiegészíteni. De először is akkor nézzük meg, hogy egyáltalán hogyan közlekedik az ember az űrben. Most először nézzük azt, hogy jelenleg mit művelünk, ugye jelenleg az emberiség rakétákkal közlekedik az űrben. Tehát ez a űrbeli közlekedésnek a lényegében kizárólagos módja jelenleg. Vannak ötletek, tehát időről időre előkerülnek más megoldások, lézeres tolás, lesz majd róla szó, vagy akár az, hogy ágyúkkal, tehát Jules Verne féle ötlethez hasonlóan, amikor ugye azt írta az Utazás a Holdba című regényben, hogy ágyúgolyóval hogy kell elküldeni embereket a Holdra, hát fölmerül konkrétan, hogy ágyúkkal, vagy valami hasonló eszközzel. Legutóbb például ilyet olvasottunk az internetben, hogy egy óriási parittyával lehetne felgyorsítani és kihajítani dolgokat az űrbe. Természetesen, amikor ilyesmiről van szó, akkor ott föl sem merül, hogy emberek legyenek a fedélzetén, ugyanis az ember az nem bírná ki ezt a gyorsulást.
De most egy kicsit azért az emberekre tekintettel beszélgetünk, és ha emberekről van szó, akkor mostanság még igazából nem nagyon van más lehetőség, mint hogy rakétákat használjunk. Most hogyan megy a rakéta egyáltalán? Mitől megy a rakéta? Ugye a rakéta vákumban megy például, sőt, igazából jobban megy a vákumban, mintha nincs vákum, tehát szemben mondjuk az autóval, ami a kerekével nyilván az aszfaltra támaszkodik, vagy a repülővel, ami úgymond a szárnyával a levegőre támaszkodik, és ezzel nyeri a felhajtó erőt. A rakétának kifejezetten hátrányos, hogyha van körülötte valami, tehát úgy mondhatjuk, hogy a rakéta lényegében a semmire támaszkodik, na de hát hogy is megy ez? Hát a rakéta egyszerűen az impulzus megmaradás elvéből kifolyólag halad előre, ami egyszerűen annyit jelent, hogy miközben hátra lök valamit ez a szerkezet, közben ugye a hatás-ellenhatás elvének megfelelően ő előre löködik, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk mi egy gördeszkára ráállunk, és mondjuk eldobunk valamit, akkor az amellett, hogy eldobtunk valamit hátra, ugye mi is elindulunk a másik irányba a gördeszkával, és jó eséllyel orra fogunk bukni. Természetesen ez nem olyan, nyilván jobban el tudnánk magunkat lökni, hogyha a faltól löknénk el, ami rögzített, de most ugye a semmi közepén, a vákumban úgymond erre nincs lehetőség, de önmagában az, hogyha mi gyorsan ellökünk valamit magunktól, akkor bizony, és akkor egy telefon is érkezett. Azt nem is mondtam egyébként, hogy 215-37-73, de ezek szerint nem is kell, úgyhogy föl is veszem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Bocsánat, elnézést, elég rosszul hallom, megismételni? Igen, az a kérdés, hogy betetszette fejezni a rakéta hajtómű ismertetését. Nem, sőt... Sajnos az adás rendkívül csúszik, azért nem tudom, hogy mikor telefonálok be pontosan. Na, én nekem a következő kérdésem lenne, mert hogy elhangzott... Ja, mielőtt feltenném a kérdést, azt szeretném mondani, hogy a Parallaxis műsorát a Google Podcastben is meg lehet hallgatni. Zseniális, ajánlom mindenkinek. Köszönjük szépen. Na, az a legegyszerűbb, ha az embernek van Google Podcast, és rákeres, hogy Parallaxis, és akkor nem kell mindenfelé keresgélni, és le is lehet tölteni, és offline is hallgatni. Ajánlom mindenkinek figyelmébe. Szóval, két állítás is elhangzott az előbb, vagy az egyik, hogy egy exobolygó esetleg néhány 10 fényévnyire van. Tegyük fel, hogy 25 fényévnyire van. A másik állítás, ami elhangzott, hogy itt van ez a 86, ami már nem tegnap volt, hanem tegnap előtt. Igen. Tegyük fel, hogy van egy olyan űrhajónk, amelyik a fénysebesség felével megy. Azt hiszem, most nagyon skifi voltam, ugye? Nem, ez lesz. Itt lesz ilyen fénysebesség felével menő ötlet, úgyhogy eddig jó. Igen. Ugye ez esetben egy 25 fényévnyire lévő exobolygót azt 50 év alatt közelít meg. Így van. Tehát az az űrhajó, amelyik most érne oda, az az 1971-es tudásunkat vinné el. Ami végül is nem olyan rossz, feltéve akkor, hogyha nem számolunk az idő relativitásával. Fél fénysebességnél még nem kell annyira törődni ezzel. Mármint igen, azzal, hogy az utazó, ugye, hogy az utazó kevesebbnek éli meg a fedélzeten az időt, mint mi ide lent, ugye ez egy valós effektus, de ez akkor kezd el brutálisan érdekes lenni, amikor már ilyen 90-nél több százalékával megy az ember a fénysebességnek, addig igazából nem nagyon kell vele foglalkoznunk. Úgyhogy ezt elhanyagolhatjuk. Jó, tehát tegyük föl, hogy fél fénysebességgel odaér, és akkor az 1971-es szintű tudásunkat elviszi, és utána ugyanez az űrhajós visszatér, akkor már olyan, mintha egy űrhajós 1930-ban lőttünk volna. Körülbelül. Jól számolok? Hát, ugye, hogyha... Mondjuk 1940-ben. Jó, hát én azt hittem, azt mondjuk, hogy 71-ben indult, és akkor most ért vissza. De jó, lehet, hogy elvesztettem. Nem, hát ugye, hogyha 25 fényévnyire van. Igen, akkor az 25... Ja, értem, hogy igen, mi fél fénysebességgel megyünk. Jó, 50 évig, igaz, jó, oké, megvan, így van, jó, helyes akkor a számítás. 71-ből még leszámolunk 50-et, igen. Akkor olyan, mint a 21-ben indult volna el. Igen, nekünk, igen.
ami még mindig nem olyan rossz, de azért, ahogy nézem, hogy exponenciálisan változik a tudás, kérdés, hogy valós információt tud-e hordozni egy ilyen űrhajós? Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, mert nekem is sokszor eszembe jut, hogy igazából az a baj, hogy már... Hogyha az emberiség el tudná szánni magát egy olyan projektre, hogy meg tudja várni, hogy néhány, hogy egy 100 évet kellene várni valamire, vagy 200-at, akár egy több generációs projektet, hogy egyáltalán bármi ilyesmibe értelme belevágni. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés, ami minden ilyen tervvel kapcsolatban felmerül, amiről itt ma szó lesz, mert itt olyan gigantikus vállalkozások vannak, hogy építsünk magfúziós űrszondát, meg ilyesmik, ami nyilván, még ha korlátlan energiánk van, akkor is több emberöltőnyi meló. Úgyhogy igen, ez egy örök kérdés. Igen. Nekem a hidrogén torlósugárhajtómű a kedvencem, ugye, hogy gyorsítsunk föl annyira egy óriási testet, amíg begyűjti a szabadén lévő hidrogéneket. És igen. Igen, csak ahhoz ugye már eleve nagyon... Igen, majd, igen, ez nagyon jó, hogy előkerült, erről nem is terveztem beszélni, de ez jó ötlet. Tehát ugye ez egyszerűen arról szól, hogyha az ember lényegében elég gyorsan megy, de ahhoz már nagyon gyorsan kell menni, akkor ugye az út közben az űrből is össze tudja szedni az anyagot, amit fel tud használni üzemanyagnak, igen, például az a kérdés, hogy szűröm ki, hogy csak a hidrogént szedem össze, és az aszteroidákat nem. Hát igen, meg hogy ugye eleve, ugye azért annyira üres a világegyetem, hogy ahhoz annyira gyorsan kell menni, hogy ez egy fenntartható dolog tudja lenni. Igen, mi van, hogyha a hidrogén szél csendbe kerül a hajó? Igen. Na de ezt ne folytassuk, ez már nagyon szkifi. Engem inkább az érdekelne, és ez viszont tényleg érdekel, hogy mennyire hordoz valós információt. Ugye, hiszen ez egy tudományos kísérlet. Igen. És a tudományosnak mindig az a lényege, hogy ha nem is napra kész, de nem nagyon van lemaradva. Igen. Tehát egy olyan, amelyik már 70 évvel le van maradva, vagy ez esetünkben ugye 100 évvel van lemaradva. Igen, de szerintem ez nem igaz, tehát olyan értelemben ez mindenképp új információ lenne, hogy másképp ezt az információt, tehát másképp azt az információt, mint a helyszínen, nem lehet begyűjteni. Ilyen értelemben, ha csak nem talál ki addig az ember egy még gyorsabb hajtást, és akkor így fogok érvelni, hogy talán fizikai limitek miatt nem is lehetséges annál gyorsabb, akkor szerintem érdemes belevágni, mert például arra bazírozni, ha már ez a fél fénysebesség szóba jött, arra bazírozni, hogy a fél fénysebességnél gyorsabb bármit meg tudna csinálni az emberiség mondjuk a következő 1000 évben, arra én nem tennék fel nagyobb pénzt. És hogyha ezt elfogadjuk, akkor viszont az jön ki, hogy akkor érdemes. Már csak akkor egyetlen kérdés maradt, hogyha elindítunk valakit, aki egy hónapos csecsemő, és még mindig csak 25 fényévről beszélünk. Tehát ugye semmi távolság. Hogy elindul valaki, aki egy hónapos csecsemő, akkor a 100 éves korában tér vissza. Igen. Igen. Ugye? Igen, tehát, és akkor még nem is töltött ott semmi időt. Igen. Nem, igen. Szóval, hogy vannak jó, itt azért hát igazából ebből is látszik a kérdés, hogy egyáltalán kell-e az ember ennek a cuccnak a fedélzetére. Nagyon valószínű, hogy nem. Tehát ugye ez is egy kérdés, ugye itt van a mesterséges intelligencia, de közben itt van ugyanúgy exponenciálisan növekszik az emberek várható életkora is talán, tehát az orvostudomány szerintem gyorsabban fejlődik, mint a rakétatechnika, ezt szoktam mondani ilyenkor, hogy szerintem nagyobb annak a tudományos realitása, hogy elérjük kvázi az örök életet, mint annak, hogy elérjük a fénysebesség 3/4-ét. Tehát, hogy így értem. Hát tehát, akkor már én le is tettem, már csak az ügyes hiányzik. Igen, akkor így van. Vagyunk az egyik pártnak a programjával. Én akkor ezentúl azt fogom nekik majd egy örök élet, ingyen sör és fénysebes. Jó. Vegyük hozzá. Jó. És akkor már van rá esély, hogy be is. Na, hát te hasonló jókat kívánok én is az új évre. Mindenki hallgassa a Parallaxis blogot a podcasten. Igen. Nagyon jó. Köszönjük szépen. És kellemes karácsony, boldog új évet kívánok, és reméljük, hogy jövőre elindul már egy félfénysebességgel haladó hajó. Hát legyen így. Köszönjük szépen, köszönöm. Na, hát így van.
Tehát itt sok minden előkerült, tehát akkor most vissza, ezek után, hogy már fél fénysebességhez így előre ugrottunk, akkor most visszaugrunk, hogy tulajdonképpen akármi is az, és akármilyen gyorsan is megy, most jelen tudásunk szerint ez a valami, ez mégiscsak egy rakéta lenne. Hogyan működik egy rakéta? Ugye itt tartottam a rakéta, hátra lök valamit, és ezzel előre lök ki saját magát, rendben. Tehát ezért aztán azt rögtön láthatjuk, hogy a rakétának a sebessége, az, hogy mekkora sebességet lehet vele elérni, az nagyon nagy mértékben függ a kiáramlási sebességtől, tehát hogy tudnélik a rakétához képest az a cucc, amit hátra lökünk, például üzemanyag, az milyen gyorsan áramlik ki hátra. Tehát mennyi a tolóereje tulajdonképpen a rakétának. És persze attól is függ, hogy mennyi a hasznos tehernek az aránya a rakéta teljes tömegéhez képest, de ettől nem függ annyira nagyon, mint attól, hogy a kiáramlásnak mennyi a sebessége. Egészen konkrétan ez a képlet, amit a 19. század végén ez a zseniális autodidakta orosz, Konstantin Eduardovics Cialkovszky felírt, a róla elnevezett Cialkovszky képlet, vagy rakéta egyenlet, az kimondja, hogy a rakéta elérhető végsebessége, az lényegében a kiáramlási sebességnek a forzata megszorozva ennek a tömegaránynak, vagyis a teljes tömeg és a hasznos tömeg arányának a logaritmusával. Na most a logaritmusról meg azt kell tudni, hogy az egy viszonylag lassú függvény, ami azt jelenti, hogy mondjuk, mit tudom én, mondok itt valami példát, itt direkt idértem egy-két számot, hogy mit tudom én, ez a, mondjuk a természetes alapú logaritmusa a 2,7-nek az ugye nagyjából 1, de a természetes logaritmusa a 20-nak, az 3. Tehát, hogy amit beleteszek a logaritmus hasába, az ugye mondjuk kb. 7-es szeresére nőtt, míg az értéke az csak 3-szorosára, és akkor ez egyre inkább így is lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy a tömegarányra, mivel az a logaritmusban van, sokkal kevésbé érzékeny a rakéta végsebessége, mint a kiáramlási sebességére. Tehát elsősorban, hogyha arra bazírozunk, hogy egy rakétát gyorsabbá akarunk tenni, akkor ezzel a két dologgal lehet játszani, a tömegarányjal és a kiáramlási sebességgel, de elsősorban a kiáramlási sebességgel érdemes játszani. Na most nézzük, hogy a mai hajtóművek, rakéták, amik működnek, amiket úgy hívhatunk, hogy kémiai hajtóművek, azok nagyjából milyen végsebességet tudnak elérni. Hát például ezek az űrszondák, például a mostani, most hallhattuk a hírekben, hogy a Parker Solar Probe nevű űrszondája a NASA-nak minden korábbi űrszondánál közelebb jutott a naphoz, ami nagyon fontos a naplégkör helyszíni vizsgálatához, és hát ugye az eddig a leggyorsabb űrszonda, de ezek is nagyjából ilyen 15 nagyságrendekről beszélek, 15 km per másodperccel mennek. Ez ugye elképesztően gyorsnak tűnik, de természetesen ugye ez még mindig rettenetesen kevés, hogyha arra gondolunk, hogy például az emlegetett fény az egy másodperc alatt nem 15, hanem 300 ezer kilométer tesz meg, és még az is ugye marha lassú, hogyha csillagközi viszonylatokról beszélünk, hiszen a legközelebbi csillag az 4 fényévnyire van, nagyjából a napot nem számítva, mert a nap az csak 8 fénypercnyire van, de a nap utáni legközelebbi csillag a Földhöz, a Proxima Centauri az olyan 4 fényévnyire van nagyságrendileg, ami azt jelenti, hogy a fény 4 év alatt teszi meg, hát az rengeteg. Na most ki sem mernénk számolni, hogy mondjuk a Voyager, vagy a Pioneer űrszondák, vagy a New Horizons, vagy ezek, amik ilyen nagyjából 15 km per másodperces sebességgel elhagyják a naprendszert, ezek hány tízezer év múlva fognak olyan távolságra elérni. Szóval nem, hát ez így nem pálya, de nézzük, hogy mi lehet a kiáramlásnak a maximális sebessége. Mert hát ez ugye attól függ, hogy mit áramoltat ki az ember. Ugye a jelenlegi rakéta ugye az üzemanyagot lövi hátra. Hát nyilván az univerzumban van ez a természetes sebességkorlátozás, ami szóba is került már, ez pedig a fénysebesség. Tehát hogyha maga a kiáramló dolog fénysebességgel áramlik ki, azzal nyilván nagyon lehetne növelni a rakétának a végsebességét, csak hát azért ahhoz egy másfajta fizika kell, mint amit a Cialkovszky egyenletből látunk. De az biztos, hogy nyilván az lenne az ötlet, hogy minél gyorsabb legyen a kiáramlás, aminek a legfelső limitje, amikor ez a kiáramlási sebesség, ez maga a fénysebesség, az nem más, mint a fotonrakéta. Ugye? Tehát a fotonrakéta az az, amiből egyszerűen fény jön ki hátra, és akkor az nyomja a rakétát előre. Na most ezen csodálkozhatunk, mert ugye nem ezt szoktuk meg, hogy mit tudom én, bekapcsolunk egy zseblámpát, és akkor érezzük, hogy így
nyomja a kezünket jobban, mint azelőtt. Tehát ugye nyilván itt a hétköznapi életben szinte kimutathatatlan, de létező dologról van szó, tehát a fénynyomás az valóban létezik, és a fénnyel tényleg lehet nyomni dolgokat. Már mindjárt vagy lesz arról is szó, hogy hogyan lehet ezt esetleg arra használni, hogy egy több száz tonnás vagy esetenként ezer. Űreszközt meghajtani. Na most ahhoz persze, hogy itt érezzük, hogy miről van szó, ahhoz ugye inkább azt kell mondanunk, hogy lényegében a kémiai rakétáktól nagyságrendileg nem várhatunk sokkal többet, mint ami van. Tehát azokkal a fajta rakétákkal, akár mekkora hatalmas rakétákat épít az Elon Musk vagy akárki, meg milyen ügyesen használjuk a napnak és a különböző bolygóknak a gravitációját, ahhoz, hogy tovább gyorsítsuk az űrszondát, ugye mindenféle hintamanőverekkel, amikről volt szó néhány adással ezelőtt, nagyságrendileg nem lesz sokkal több ennél a 15 km per másodpercnél, lehet, hogy lesz 20 vagy akár 50 km per másodperc, de semmiképp sem várható, mondjuk, hogy egy bármilyen módon kémiai hajtóanyagú rakétákkal, mondjuk ilyen, mit tudom én, 1000 km per másodpercnek, no pláne 10 000-nek a közelébe jussunk. Tehát mindez szánalmasan kevés, akárhogy is igyekszünk, a fénysebesség közelébe jutni. Na most egyébként ugye csak, hogy néhány adat, tehát hogy a legnagyobb rakéta, ami eddig volt, ugye az a Saturn 5. A Saturn 5, amikor tele van töltve üzemanyaggal, az majdnem 3000 tonnás. Egyébként a Saturn 5 föld körüli pályára 120 tonnát tudott föltenni, tehát ez a tömegarány, amiről beszéltünk, ez a hasznos tömeg osztva a teljes tömeggel, ez úgy néz ki, hogy 120 tonna hasznos tömeghez kell egy 3000 tonnányi rakéta. Most ugye a rakéta az úgy működik, hogy persze egyrészt a tolóerő folyamatosan löki előre, másrészt mivel az üzemanyag az megy ki belőle, ezért viszont egyre könnyebb is lesz, tehát ha úgy tetszik, akkor a rakéta az gyorsulva gyorsul, mert adott tolóerő esetén folyamatosan egy adott erővel löki magát előre, vagy a rakéta, viszont a gyorsulása az egyre nagyobb lesz, mert a tömege az viszont egyre kisebb, mert hogy fogy belőle az üzemanyag. És akkor a végére, ez esetben csak mondjuk a Saturn 5 esetében 120 tonna lehet a föld körüli pályára jutó cucc. Na már most, oké. Ez a Saturn 5 kb. A csúcs ilyen szempontból, mind ilyen kiáramlási sebességek tekintetében, mint pedig így teherbírás tekintetében, ami eddig volt, hogyan lehetne itt tovább haladni? És akkor nézzük azt, hogy hát, ugye például felmerülhet, hogy az atomenergia alkalmazása az működhet. Most nem arra gondolok, amit üzemszinten használnak az űrkutatásban, hogy rádióizotóppal fűtött termoelemek szolgáltatják az energiát az űrszondákhoz, az más, most nem erről beszélek, konkrétan, ami nem nagyon valósult meg csak tervek szintjén, arról fogok most beszélni, amik az atomrakéták, tehát ez lényegében azt jelenti, hogy fog az ember egy atomerőművet, vagy egy atomreaktort, inkább ez a helyesebb kifejezés, atomreaktorban felmelegítünk mondjuk hidrogéngázt, és ezt a felmelegített, forró, ezért felgyorsuló hidrogéngázt szépen hátra lökjük, hogy lökje előre az űrhajót. Tehát lényegében ez az ötlet, amit most elmondtam, ezzel az Egyesült Államokban 1955-ben kezdtek el szervezettebben foglalkozni a Nemzeti Atomenergia Bizottság és a légierőnek az égisze alatt Los Alamosban, ahol ugye annak idején az atombombát is kifejlesztették Új-Mexikóban, az a Los Alamos National Laboratory, nemzeti laboratórium. Ezt a projektet annak idején úgy hívtak, hogy Rover, és bizony el is jutottak addig, hogy megépítették az első rakétát, kísérleti rakétát, nem ment föl soha az űrbe, de a Földön működött, és úgy hívták, hogy Kiwi, azért hívták Kiwinek, mert a Kiwi az egy röpképtelen madár, és ez is egy olyan rakétahajtómű volt, ami nem is emelkedett föl, olyannyira, hogy egyébként fejjel lefelé állt, tehát hogy fölfele pöfögött ki a rakétahajtómű, tehát esélye sem volt fölszállni, tehát ez egy földi kísérlet volt. És aztán ezt fejlesztették tovább. Ugye a később ez a rakétahajtómű rendszer, amit hozzá berheltek, ez a NERVA nevet kapta, tehát ez a NERVA hajtómű, és a
a Kiwinek a továbbfejlesztett verziója a Phobos 2, Phobos, tehát nem tudom az amerikaiak, hogy mondják, még furán szoktak kérteni a görög dolgokat, de az Phobos, tehát a Phobos Apollon istennek a neve, tehát nem Phobos, mint a Mars holdja, hanem Phobos, tehát Phobos 2 nevű reaktor, amit 1967-ben csináltak, ez egy 110 tonnás reaktor volt, és bizony, tudott szép, az volt a célja a projektnek egyébként, hogy 8 km per másodperces tolóerő, vagyis sebességet, kiáramlási sebességet el tudjanak érni vele. Ugye részint titkosak azért az adatok, úgyhogy most nem nagyon merek itt számukba bocsátkozni, mert úgy se helyesek, de lényegében tényleg arról van szó, hogy itt van egy plutónium reaktor, és van egy, sőt, itt ez esetben egy uránkarbid és grafit rudak vannak egymás mellett, amelyekben lyukakat fúrnak, és ezeken a lyukakon, csöveken pumpálják végig a hidrogént, ami tehát felmelegszik amiatt, hogy lényegében felhevíti az atomreaktor, tehát ez történik, hogy a 2-3 ezer fokon izzó atomreaktor felhevíti ezt a hidrogént, és amiatt az gyorsan kiáramlik ezen a Nerva nevű hajtóművön keresztül. Tehát egyébként ezért ez veszélyes is valamennyiben, mint hogy problémás technikailag, mert a 2-3 ezer fokos hidrogéngáz az korróziót tud okozni a grafitban, ezért aztán persze a trükkös, mert a fűtőelemeket meg mindenféle cuccal valami niobium karbiddal vagy mivel be kell vonni, hogy ne legyen bajuk, de hát ez volt a koncepció. Na most egyébként egy további probléma, hogy igazából a tolóerő, amit ezzel el lehet érni, akár elvileg is, az elmarad a kémiai rakéták mögött. Úgyhogy ezért aztán ezt el is meszelték ezt a fejlesztést, de egyébként sokan voltak benne, valamelyes szegről végről még maga Wigner Jenő is részt vett ebben a fejlesztési projektben a 60-as években, ugye a magyar Nobel-díjas, aki ugye Amerikában volt, és egyébként ugye ő a világ egyik, sőt a világ első atomreaktor mérnöke, ugye, hiszen Enrico Fermivel ők csinálták meg a második világháború alatt, ugye Chicagóban az első működő atomreaktort. Tehát ilyen szempontból egy nagy szaktekintély, és akkor nézzük meg, hogy mit nyilatkozott maga Wigner Jenő a Tudós Portrék című műsorban egy Kardos Istvánnak, ami nekem megvan könyvben, úgyhogy most felolvasom, hogy miket mond a Wigner, mert megkérdezik tőle, hogy hát az űrhajózásban hogyan lehetne használni az atomenergiát. És akkor azt mondja Wigner, azt mondja, hogy ha az ember nem gondolkodik el komolyan, azt gondolná, hogy az atomenergia a legalkalmasabb az űrkutatásra, mert olyan koncentrációjú, hogy azt nehéz is leírni. 1 kilogramm hasadásra alkalmas uránban, vagy 1 kilogramm plutóniumban annyi energia van, mint 10 millió kilogramm szénben, stb. Stb. De vannak hátrányok is. 2 komoly hátrány van. Az egyik, ha atomenergiát használunk, akkor nagy sugármennyiség szabadul föl, és az űrutazót meg kell védeni. Ez kétféleképpen lehetséges. Vagy úgy, hogy egy védőrész teszünk az utazó meg a hajtómű közé, de ennek a védőrésznek a súlya óriási, mondjuk ezt én teszem hozzá, mondjuk ilyen ólomfalakról, meg ilyesmikről lehet beszélni, bár egyébként, és ezt még mindig én teszem hozzá, nem Wigner, az is felmerült, hogy a reaktor meg az utastér közé kéne rakni magát a hidrogén tartályt, és akkor az valamelyest árnyékolna a dolgot. De ez még mindig nem elég, és akkor itt már Wigner folytatja. A másik lehetőség az, hogy a gép, ami az energiát és a hajtóerőt szolgáltatja, távol van az embertől, aki a hajóban utazik. Ez úgy lehetséges, hogy a kettő között egy hosszú vaslánc, vassodrony drót van, ezzel húzza az egyik a másikat. De nagyon hosszúnak kell lennie, több kilométer hosszúnak, ez az egyik baj. A másik lehetőség az, hogy az energiát nem csak létre kell hozni, hanem valahogy meg is kell szabadulni tőle, mégpedig hőformájában, mert az atomenergiát, amint például az atomenergiát, amit akkor például a hajók hajtására használják, akkor ott egyszerű elvezetni a hőt, mert ott van a víz, és a hőt el lehet süllyeszteni, szépen mondja Wigner. A repülőgépen más a helyzet, de azért ott is van valami közeg. De az űrben nincs közeg, tehát lényegében kétféleképpen lehet megszabadulni a hőforrástól. Az egyik, hogy kidobja az ember a forró anyagot, ami nem nagyon lehetséges, a másik pedig az, hogy ugye hősugárzás formájában le kell
haladni. Na de milyen forró ez az anyag? Hát azt mondja Wigner, hogy lehet 3000 vagy 4000 fokos, vagy akár sokkal több is. És ezt pedig sugárzás alakjában kell leadni. És azt mondja Wigner, egyszer kiszámoltam, mekkora sugárzó felületre volna szükség, és bizony az derült ki, hogy egy hold nagyságúra. Most egy hold, egy ilyen egy kataszteri hold, az nagyjából olyan 5000 négyzetméter, tehát erre gondol nagyjából a Wigner. Tehát valami óriási nagy panel kell, amin le tudja adni ez az nukleáris hajtású cucc, hogyha nem akarjuk, hogy 4000 fokos legyen folyamatosan, amitől ugye tönkre is menne. Tehát akkor ez a felület igen meleg lesz, olyan meleg, hogy kb. 1000 fokos lesz, és akkor ez az 1000 fokos farok kisugározza a fölösleges szabaddá vált hőenergiát, hát nem könnyű dolog ez létrehozni egy ilyet. És hát egyébként kb. Ezzel a konklúzióval zárult annak idején ez a Kiwi projekt is, ami tehát végül nem jutott tovább a fejlesztésnél. Egyébként megjegyzendő, hogy az, hogy kisebb a tolóereje egyébként, mint a kémiai rakétának, az nem okvetlenül baj, mert azt kell itt megérteni, hogyha van egy folyamatos tolóerő, akkor is nagyon jelentős lehet hosszú távon, hogyha pici. Erre jó példa az ionhajtómű, amit használnak is most már üzemszerűen különböző űrszondákban. A 60-as évek óta kezdték el kísérleti jelleggel használni, most már egyre nagyobb teret kapnak. Egyébként érdekes, a szovjetek használták először a Jantar nevű ionhajtóművet 1966-ban, hogy a Zond 2 nevű űrszondának az orientációs, vagyis helyzet stabilizáló hajtóművét, egy gyanánt használtak ionhajtóművet. Ugye ez nagyon pici, tehát itt a legtisztább laboratóriumi körülmények között sem sikerült egy newtonnál nagyobb tolóerőt elérni, de képzeljük el, hogy az olyasmi, ami folyamatosan tud menni, iszonyatos gyorsításra képes tehát, alattomosan, de hosszú távon. Az ionhajtómű úgy működik egyébként, hogy vesz az ember valami töltött részecskét, minél nehezebb, annál jobb, mondjuk pozitívan töltött részecskét, és akkor egy tulajdonképpen hasonlóan ahhoz, ahogy régen a képcsöves tévékészülékek működtek, ugye katód sugárcső, ott is az van, hogy elektromágnesekkel fölgyorsítja az ember a töltött részecskét, jó, a tévé esetében elektronokat, és akkor az oda csapódik, ahova akarja az elektromágnes, és ebből lesz nekünk a képernyőn kép. Na, hát ugye természetesen ugyanilyen módon, az ionhajtómű az lényegében olyan, mint egy képcső, csak le van véve az eleje, tehát nincs meg ott maga a képernyő, tehát lényegében hogy gyorsítja hátrafelé a töltött részecskéket, és ezzel ugye nyilván pici tolóerőt lehet elérni, de folyamatosan. És egyébként hozzátartozik a trükkhöz, hogy az ember folyamatosan pozitív töltött részecskéket lök hátra, akkor az azt eredményezné, hogy végül negatívan feltöltődne az űreszköz, és akkor egy idő után nem tudna működni, mert nem tudnának elszabadulni a pozitív részecskék, mert oda akarnának cuppanni a feltöltődött űreszközhöz, ezért aztán fontos, hogy még ráadásul az is kell, hogy amikor kilép a részecske, amit hátra lök, akkor gyorsan rá kell küldeni még egy elektront is pluszba, hogy azok aztán semlegesen távozzanak már el a legvégén. Na, szóval érdekes trükk, de működik, ez tényleg működik, és egy ionhajtómű az egyáltalán nem lebecsülendő, de nem ez fogja nekünk megoldani a csillagközi utazást. Egyébként azért hoztam be az ionhajtóművet, mert ha nem is ez a direkt atomhajtású dolog, hogy maga az atomerőmű felmelegíti a hidrogént és azt löki hátra, hogy ez nem biztos, hogy annyira menő, de egyébként annak abszolút van esélye, hogy olyan ionhajtómű működjön, amihez egy atomreaktor, egy fedélzeti atomreaktor termeli meg a villamos energiát. Ugye ez nagyon fontos. Az atom a fedélzeten, mint energiaforrás, az egyébként kb. Elkerülhetetlen a naprendszer külső tartományában, mert oda nem süt el eléggé a nap ahhoz, hogy napelemeket lehessen használni. Tehát ott mindenképpen az ilyen űrszondák, amik nagyon messze járnak a naptól, mondjuk a Jupiternél meg van napelemes űrszonda, a Juno, de annál távolabbi világban Szaturnusz és azon kívül bármi, ami eddig járt, az mind-mind kivétel nélkül nukleáris, nem atomerőművel, de nukleáris hasadás által termelt hőt felhasználó úgynevezett termoelemekkel működött. Na, szóval hát a Wigner Jenő jól elmondta a problémát egyébként ezzel az atomhajtóművel, de nézzük akkor, mi a helyzet a nagy szent grájával a kutatásoknak, a magfúzióval. Ugye a magfúzió az az, ami a csillagok belsejében zajlik, illetve ami a hidrogén bombában zajlik, mióta 1952-ben Teller Ede vezetésével ugye megalkották az első hidrogén bombát, azóta tulajdonképpen a Földön is zajlik magfúzió.
Kérdés csak az, hogy hogyan. Ugye a magfúziónak a lényege az, hogy vesz az ember kisebb atommagokat, és megpróbálja őket eléggé jól közel nyomni egymáshoz, és ha elég közel nyomjuk őket egymáshoz, akkor rájönnek, hogy nekik energetikailag jobban megérni összeállni egy nagyobb atommaggá, és közben energia szabadul föl. Most ez azért rettenetesen nehéz, mert tudjuk ugye, hogy az atommagok azok pozitívan töltött valamik, ami azt jelenti, hogy elektrostatikusan, vagy elektromosan ők taszítják egymást, tehát ők egyáltalán nem akarnak egymás közelébe kerülni, ahhoz nagyon nagy nyomás, illetve nagyon nagy hőmérséklet kell, hogy annyira közel tudjanak ők kerülni, hogy a magerők legyőzzék az elektromos taszítást. Tehát a magerők általi vonzás az legyőzze az elektromos taszítást, mert a magerők az elektromos erőkkel szemben olyanok, hogy van egy nagyon pici hatótávolságuk, amin belül sokkal erősebbek, mint az elektromos, de ahhoz, hogy olyan közel tudjuk kerülni, hogy egyáltalán két atommagot annyira össze lehessen nyomni, hogy rájöjjenek, hogy nekik megéri együtt maradni, ahhoz ugye nagyon nagy hő kell, és ugye ez a probléma, ezért nem véletlen, hogy a csillagok belsejében zajlanak ezek a folyamatok, ugye a nap belsejében ugye az történik, hogy hidrogén magok egyesülnek hélium magokká. Most az egyik kedvenc reakció, amire számolnak, hogy ma egyébként az első hidrogénbombákban is ez zajlott, meg majd valószínűleg az első kontrolláltan zajló magfúziós reaktorban is ez fog zajlani. Mármint egy olyan valami úgy majd tényleg így üzemszinten lakosságilag energiát fog majd termelni valamikor 30 év múlva. Az valószínűleg a deutérium-trícium reakció lesz, ami a hidrogénnek két izotópja, az egyiknek az egyik úgy néz ki, hogy egy protonból és egy neutronból áll, ugye egy semleges részecskéből és egy pozitív részecskéből van összecuppantva, ez a deutérium, és a trícium meg úgy néz ki, hogy egy proton és két neutron, de mind a kettő lényegében hidrogén, tehát hogyha például veszünk egy pohár vizet, akkor a pohár vízben az a helyzet, hogy az abban levő hidrogén atomok közül mondjuk minden 6000-ből egy, az egy deutérium véletlenül, tehát ezt hívják nehéz víznek egyébként, semmi baj nem lesz tőle. A trícium az meg egyébként még ennél is sokkal-sokkal ritkább, és egyébként ez vele a fő gond. De egyébként, hogyha a deutérium magot egyesítjük tríciummá, akkor keletkezik hélium mag és egy neutron, meg egy csomó energia. Ez azért jó egyébként ez a reakció, mert annyira nem kell hozzá túl sok hőmérséklet, ami egyébként azt jelenti, hogy 50 millió Kelvin, tehát az 50 millió fok kell hozzá, az iszonyatos, természetesen ezt semmilyen edény nem bírja ki, úgyhogy itt csak arról lehet szó, és erről van szó egyébként a magfúziós reaktorok kutatói körében, hogy egy mágneses térben bezárva kell plazma formájában ugye keringtetni ezt az anyagot, tehát nem érhet hozzá semmihez, tehát egy baromi erős mágneses térbe kell így körbe-körbe áramoltatni, mondjuk egy tórusz alakú tartományban, és akkor egy Tokamak nevű reaktorról beszélünk, ami egy orosz rövidítése arra, amiben a tó az azt jelenti, hogy tórusz, toroidális mágneses tér, ugye ilyen kísérleti reaktorok léteznek, de most ugye nekünk nem reaktor kell, hanem rakétahajtómű. A rakétahajtóműnél is egyébként nagyon fontos, három, vagyis négy nagyon fontos szempont van egyébként. Az egyik az, hogy lehetőség szerint például ez a reakció, amit elmondtam, amiben a hélium mag mellett egy neutron keletkezik, ez nem menő, azért nem annyira menő, mert például a neutron az egy semleges részecske, és azt nem nagyon lehet irányítani. Márpedig a rakéta hajtást azt irányítani akarjuk valamerre. Tehát az lenne a jó, hogyha mondjuk felgyorsítunk valami részecskét, mit tudom én, keletkeznek részecskék, és akkor azokat egy irányított mágneses térrel, mint az ion hajtóműnél említett módon, hátra lehet lökni. A neutron az semleges, az semmilyen elektromos vagy mágneses térrel nem lehet ilyen módon hatékonyan irányítani. Úgyhogy az nem jó nekünk annyira. Így, hogy inkább olyan reakció lenne jó rakétahajtásra, ami azokat tudja, hogy ne legyen túl energiaigényes a reakció, vagyis ne legyen túl magas a hőmérséklet, jó nagy energia szabaduljon föl, és ugye minél nagyobb részecske, minél az energiának minél nagyobb része jusson a töltött részecskére, tehát lehetőség szerint csupa töltött részecske keletkezzen, és fény, lehetőség szerint ne is legyen neutron, illetve hát legyen elég a felelhető anyag. Ugye mondtam, hogy tríciumból kevés van, de és ráadásul neutron is keletkezik, tehát űrhajózási célra a deutérium-trícium reakció az nem annyira jó,
Na most például egyébként az egyik kedvenc reakció, ami űrkutatási szempontból szóba jön, az úgy néz ki, hogy egy héliumatommag és egy deutériummag egyesül, egy másik fajta négyes tömegszámú héliummá, és keletkezik egy proton, meg energia, de itt nem keletkezik töltött részecske. Ezek csak töltött részecske keletkezik, nem keletkezik semleges részecske. Viszont, hát sajnos, ugye ehhez meg 500 millió Kelvin fok kell, ráadásul ez a hármas hélium izotóp, ami a bemenő üzemanyag lenne, ez a Földön nagyon ritka. De persze vannak tervek, tehát hogyha már egyszer merjünk nagyok lenni, ha már egyszer eljutunk a korlátlan energia korába, akkor mit lehet csinálni? Például ennek a tervnek a végiggondolására született 1977-ben a Daedalus terv, ami a British Interplanetary Society-nek a terve, lényegében egy tervtanulmány arra, hogy hogyan lehetne egy csillagközi űrszondát csinálni, amit a fénysebesség egy tizedére fel lehet gyorsítani, és meglátogatni vele egy közeli csillagot. Ugye ez még mindig csak az egy tizede, nem a fele, mint amiről a telefonban beszélgettünk. Na, hát és akkor ugye, oké, ehhez az űrszondához azt számította Ellen Bondi és csapata, hogy 10 a 8-on tonna, tehát az egyes után 8-0 tonnányi cucc kéne bele. Na most hát ez ugye rengeteg, de annak egy jó része, ráadásul ez a hélium 3 lenne, ami a Föld légkörében, vagy a Földön lényegében beszerezhetetlen, de erre is volt terv, mondom, merjünk nagyok lenni, a Jupiter légköréből ki lehetne nyerni, mert ott van elég. Tehát a Jupiteren lehetne Jupiterbe beküldeni mindenféle ballont, és a ballonokon csüngő hélium gyárak tulajdonképpen a Jupiter légköréből vonnák ki ezt az üzemanyagot, és így termelnék meg. Van egy másik reakció is, ami egyébként kifejezetten előnyösnek tűnik, az meg a deutériumnak a reakciója a lítiummal. Ehhez relatíve alacsony hőmérséklet kell, természetesen megint ilyen 10 millió kelvinekről beszélünk, tehát miért valaki azt hinné, hogy szobahőmérsékleten megy, nem megy a fúzió sajnos. A deutérium-lítium reakció is nagyon jó, mert hélium-4 izotop keletkezik csak, vagyis csupa töltött részecske, meg egy csomó energia keletkezik. Egyébként ezt a reakciót a hidrogénbombákhoz is előszeretettel használják. Ezzel az a gond, hogy a lítiumból is kevés van a Földön, és egyébként sok mindenre kell. Tehát ez egy nagyon hasznos elektronikai alapanyagnak. De például erre mondom én, hogy hát akkor viszont ezt aszteroidákból lehetne bányászni. Tehát igazából, ha már a Jupiter légköréből lehetne hélium-3-at szerezni, akkor szerintem jobban járnak, hogyha az aszteroidákból bányásznánk ki egy csomó lítiumot, és akkor a deutérium-lítium reakció jól működne. Ugye ez lehetővé tudna tenni egy relatíve kis tolóerőt, de tartós működést megint csak. És hát ugye ez egy fontos dolog. Na most egyébként vannak egyébként ennél egyszerűbben kivitelezhető ötletek is, tehát nem kell feltétlenül fenntartható magfúziós reakció a rakétahajtáshoz, hanem itt van Freeman Dysonnak, a nagy fizikusnak az ötlete 1958-ból, az Orion program fedőnév alatt. Az ő ötlete egyszerűen annyi volt, hogy hidrogénbombákat robbantsunk az űrhajó mögött. Tehát, hogy létező hidrogénbombákat hátralökünk, 100-200 méterrel az űrhajó fölött felrobbantjuk, és lényegében az löki előre az űrhajót, tehát ez nem a klasszikus rakétahajtás ilyen értelemben, hanem robbanásokkal lögdössük előre az űrhajót. Nyilván ehhez kell egy baromi erős pajzs, de nem sugárzás miatt, ugye hidrogénbombáról beszélünk, hanem azért, mert hát baromi nagy nyomás. Tehát egy nagyon erős hátulja kell, hogy legyen az űrhajónak, hogy jól előre tudja lökni a nyomás. És persze az így is baromira fel fog melegedni, úgyhogy még ilyen tervek is felmerültek az Orion programban, hogy mindenféle vízhűtésű rugókat kéne beletenni. Nagyon jó pofa. Nyilván egyébként azt mondta, hogy kisebb hidrogénbombákkal kéne dolgozni. És egyébként az is felmerül, hogy őszintén szólva lehet, hogy ez az egyetlen értelmes felhasználása a hidrogénbombáknak, amiből ugye rengeteg van a Földön, tehát szerintem méltatlanul elkaszálták ezt az Orion tervet olyan értelemben, hogy hát ha már térdig járunk itt a Földön a hidegháború áldásos következményeként a rengeteg hidrogénbombában, akkor tulajdonképpen annak biztonságosabb és értelmesebb elköltésére nem nagyon tudok jobbat kitalálni, mint ez. Úgyhogy ezzel egyébként szintén nem lehetne mondjuk a fénysebesség közelébe menni,
Mondjuk egyébként a magfúziósal a Daedalus tervben meg van célozva, amit az előbb említettem, a nagy angol gigaprojektben meg van célozva az 1/10 fénysebesség, tehát mondjuk 40 év alatt lehetne a legközelebbi csillaghoz eljutni. Itt nem lehet ennek a közelébe jutni, de például a naprendszeren belüli közlekedést egy ilyen hidrogénbomba hajtómű az nagyon durván tudná forradalmasítani. Tehát, hogy egyébként mondjuk de ezért nem hónapok, hanem hetek alatt lehetne eljutni a Marsra, meg ilyenek, szóval azért az szép. De, és akkor már így a adás vége felé ráfordulunk végre a lényegre, hogy az egyetlen olyan módszer, amivel úgy felmerül, hogy tényleg csillagközi távolságokat, meg fél fénysebességet, meg ilyesmit el lehetne érni, az csak a foton rakéta lehet. És ahhoz meg mi kell? Hát ugye a foton, azt mondtuk már, hogy a fénynek van nyomása, rendben. Na de az nem úgy van ám, hogy mit tudom én, bekapcsolom a lámpát, és nem. Az a legjobb, hogyha, mert gondoljuk, ott van egyrészt a tömegarány kérdése is abban az egyenletben, nem csak a kiáramlási sebesség, meg ugye eleve az, hogy melyik fénynek van a legnagyobb energiája, nyilván a legrövidebb hullámhosszú fénynek. Hogy lehet nagy energiájú fényt csinálni? Lényegében ez a kérdés. Hát úgy, hogy az ember vesz anyagot és antianyagot, összeereszti, és akkor ők szépen megsemmisítik egymást, úgymond annihilálják, de persze nem igazi megsemmisítés, mert nem semmivé válnak, hanem energiává végső soron, és ez az energia pedig foton, vagyis fény, mégpedig nagyon nagy energiájú fény, gamma sugárzás. Ugye gamma sugárzásról, gamma felvillanásokról sokat lehetett már hallani ebben a műsorban. Na már most, hát hogyha vannak ilyenek, akkor azzal lényegében ez az egyetlen módja, hogy van az a képlet, hogy egyenlő MC négyzet, hogy az energia és a tömeg között lényegében van valami ekvivalencia, ami azt jelenti egyébként, hogyha végrehajtunk egy reakciót, akár egy kémiai reakciót, vagy akár egy magfúziós reakciót, akkor az történik, hogy az energia, ami kijön belőle, az azzal jár, hogy egyébként a végén, hogyha megmérjük a cuccok tömegét, az kevesebb lesz, mint a hozzávalóknak az össztömege. Tehát veszek két atomot, mondjuk csinálok velük atommagot, csinálok egy magfúziós reakciót, megvérem a végén keletkező összeállt, fúzionált atommagnak a tömegét, az kevesebb lesz, mint a két hozzávalónak a tömege volt összesen, mert hogy a tömegkülönbség arra fordítódott, hogy energia keletkezett, ugye pont ezt használjuk föl. Ez az energia és a tömeg ekvivalenciája. De csak ez nagyon pici része egyébként az össztömegnek, tehát a tömegkülönbség még egy fúziós reakcióban is nagyon kicsi. Viszont az anyag-antianyag reakcióban lehet 100%-os, ami azt jelenti, hogy a két cuccnak, és ez az annihiláció, a teljes tömege átmegy energiába. Na most a tömeg az MC négyzet, a C négyzet az a fénysebesség, és annak a négyzete az egy marha nagy szám. Tehát egy pici tömegű, az M meg a tömeg, a pici tömegű részecske, hogyha teljes tömege energiával alakítódik át, az is marha nagy energiájú tud lenni. Például, amikor egy elektront meg egy antielektront, vagyis pozitront találkoztatnak, akkor így fedezték fel egyébként a pozitront kozmikus sugárzásból 1932-ben, keletkezik, mit tudom én, fél megaelektron voltnyi energia, most mindegy, hagyjuk is ezt, idő, pénz, viszont a lényeg az, hogy létezik az anyagnak egy másik formája, ez nagyon ritka a világegyetemben, ez az antianyag, kicsit olyan, mint a létező anyagnak a tükörképe, és arról lehet felismerni, hogy összeeresztjük őket, az igazi anyagot meg ezt, akkor nagy villanás keletkezik, és rengeteg energia. Na hát ez jó. Na most ezzel csak az a baj, hogy lényegében az kéne tehát, hogy egy anyag-antianyag hajtómű, tehát lenne egy tartály, amiben anyag van, lenne egy másik tartály, amiben antianyag, összeeresztjük, csinál egy óriási, hihetetlen nagy gamma felvillanást, amit egy tükörrel megfelelően irányítva hátra küldünk, és akkor az meg előre löki az űreszközt iszonyatos mértékben. Na, hát ugye érezzük, hogy ezzel rengeteg probléma van. Egyrészt, honnan szerez az ember antianyagot? Hát kiderül, hogy természetesen egyébként például proton az előállítható mondjuk részecske gyorsítókban, hát ez már így van a Bevatromban, Kaliforniában, vagy itt a CERN-ben, hát itt üzemszerűen gyártják ezeket. Viszont ugye ahhoz, hogy egy tisztességes fotonrakétát üzemeltessen az ember, ahhoz kell 10^30 darab ilyen antiproton, és ugye az antiprotont azt hogyan tárolja az ember? Az a vicc, hogy nem tehetjük bele egy anyagból levő edénybe, mert akkor neki megy és annihilálódik. Tehát hogyan tárol az ember antianyagot? Tehát természetesen itt is csak
kis mágneses csapdázásról lehet szó, de egy őrült nehéz probléma, mert egyébként ehhez még rosszabb a helyzet, mint a fúziónál, mert itt egyébként a lehető legtökéletesebb vákum, ami a Földön elképzelhető, vagy akár az űrben, amit láttunk, az nem elég igazából, mert hogyha egy kósza atomnak neki megy, azonnal annihilálódik, tehát borzasztó, tehát nagyon-nagyon tiszta vákum kell, és nagyon sok energia kell egy ilyen mágneses csapdához. De nyilván erre lehet mondani, hogy ha már egyszer az emberiségnek meg lesz a fúziós erőműve, akkor onnantól lényegében korlátlan energia áll rendelkezésre, és akkor már abból akár antianyaggyárakat is lehet üzemeltetni. Sőt, azt mondják egyesek, hogy az optimális hely az antianyaggyártásra, az nem is a Földön van, hanem a Merkúron, mert az jó közel van a naphoz, és akkor a napfény, tehát lényegében napelemmel működő antianyaggyárat lehetne üzemeltetni. Még egyszer, antianyagot tudunk gyártani a Földön, a tárolása baromi nehéz, meg hát ugye rengeteg antianyag kéne ez, 10 a 30-on az nagyon sok. Na most hogy néz ki a történet? Úgy néz ki, hogy például, amikor van egy proton és egy antiproton, amikor találkozik, akkor keletkeznek mindenféle bomlástermékek, pi-mezonoknak hívják, ezek egy része semleges, ugye az nem annyira jó, de van, ami töltött, és azt már eleve lehet hátra lökni rakétahajtásra, és aztán persze ezek tovább bomlanak, és aztán végeredményként ugye gamma fotonok lesznek belőle, vagyis fény. Na most persze, az viszont azt jelenti, hogy és ez erre vannak számítások, hogyha mondjuk 6-7 grammot használnánk fel ebből az anyag-antianyag koktélból másodpercenként, akkor hát nagyon nagy sebességet, akár a fénysebesség felét el lehetne érni egy ilyen gigantikus űrhajóval, ami hát ilyen több tízezer tonás dolgokat kell itt elképzelni. Viszont az a vicc, hogy persze ezzel ez a tükörfelület, amiről mondtam, hogy hátra löki, ezt viszont iszonyatosan felmelegíteni, sőt, esetenként felmerül, hogy el is párologtatná. Tehát elpárologna ez a tükör. Hogyan hűtsük a tükröt? Mert hát ugye ennek a tükörnek minden négyzetcentiméterre 10 millió watt teljesítménye lenne melegítve, hát ez borzasztó. Tehát felmerül, hogy de azért nem tudna működni a fotonrakéta, mert azonnal elpárolog a tükör, de végül is, ha az ember jobban megnézi, akkor végül is az van, hogyha nem egy visszaverő réteget teszünk oda, hanem mondjuk egy jó méteres vastagságú pajzsot, ami persze növeli a tömeget, szóval mindenképp trükkös, de akkor azért meg lehet úszni a dolgokat, de természetesen ugye a hűtés az egy óriási probléma, de ez lehet a megoldás. Tehát, hogyha valami nagy tömegű dolgot akarunk oda juttatni, akkor annak az egyedüli megoldás az anyag-antianyag hajtómű. Az ötlet az, hogy egyébként lehet, hogyha ez tényleg ez az optimális módja, akkor ezt lehet, hogy jó lenne látni. Mert hogyha nem mi vagyunk az egyetlen civilizáció a világegyetemben, hanem mások évezredekkel előttünk járnak, vagy évtízezredekkel, vagy évmilliókkal, azok már régóta ilyennel közlekednek, akkor lényegében akármerre nézünk, például a James Webb űrtávcsővel, de még inkább a szokolébresztő kedvenc műholdjával, a GRB alfával, akkor akármerre nézünk, olyan gamma villanásokat kéne látni, amit más civilizációk anyag-antianyag hajtóművének a begyújtásakor keletkeznek, ilyen villanások. Hát most ilyet még nem láttak, de persze van egy csomó gamma felvillanás, csak úgy tűnik mindegyiknek van egy természetes oka. Most, hogy ez mit jelent? Hogy egyedül vagyunk az univerzumban? Vagy egyszerűen nem vagyunk egyedül, csak mégsem a fotonrakéta a megfejtés? Hát ennek az eldöntését, ennek a megválaszolása a műsoridőben, ami már lejárt, nem fér bele. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ez volt mára és idénre a Szokolébresztő, legközelebb 2022-ben jelentkezünk, úgyhogy mindenkinek boldog új évet kívánunk, és jó napot és jó hetet! Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész.